Túrára indulnak épp az élménynyaralás résztvevői Sonkádon. Vermeser Anita, a Vízityúk Vizitúra Egyesület életre hívója már második lánya születése előtt is foglalkozott vizitúrák szervezésével. Gyermeke diagnózisát követően saját megküzdési technikái sarkalták arra, hogy szülői közösséget szervezzen, és ezzel utakat és lehetőségeket keressen az autista fiatalok terápiáit illetően. Akiknek mi élménynyaralást csinálunk, az kifejezetten kizárólag autizmussal élő fiatalt vagy gyermeket nevelő családok. Hiszen ez az az állapot, amivel nem biztos, hogy élmény egy nyaralás az autizmus specifikumai miatt. És az autizmust nem ismerés miatt, hogy ilyen magyartalanul fogalmazzak, tehát az ismeretlen miatt nagyon sokszor egy nehezen kezelhető, hisztis, rossz, válogatós, nem megyek ide, nem megyek oda, nyűgös, tömeget nem tűrő, zenét nem tűrő, avagy folyamatosan ingert kereső, tapsoló és kúrjongató gyerekkel, nem hiszem, hogy bárkit szívesen látnak egy ötcsillagos szállodába, úgy, hogy ne kapja meg naponta 20-szor, hogy zavarja a többi vendéget. Na, mi nekik csinálunk élménynyaralást. Az élmény nyaralásokra minden márciusban nagy a túljelentkezés, hiszen itt nem csak együtt nyaralhat a család, hanem az autista gyermekek komplex egyhetes szerteágazó és az általuk leginkább kedvelt foglalkozásokon vehetnek részt. Mindezt térítésmentesen. Az évek során egyre több önkéntes és terapeuta csatlakozott az egyesület munkásságához. Most már harmadik éve vagyok itt, és az a tapasztalat, hogy kell egy 3 nap, mire egyáltalán bizalmat kapok arra, hogy ő végigüljön egy előadást. Ki kell tapasztalni az összes gyereknek, hogy hangostól, zajtól, mit tudom, szőröstől féle éppen, vagy mivel kapcsolatban van averziója, úgyhogy ez egy ilyen 3 napos tréning nekem, hogy eljussak arra, hogy mindenkinek, aki ott van, annak felmérjem, hogy mik az igényei. Attól más ez, hogy egy színházban ezt soha nem fogja megkapni ez a gyerek. Hiszen ott mennek a gyerekek, és akkor kapsz egy kész produkciót, aminek van egy ideje, eleje, vége, fények, hangok, nem fog hozzá alkalmazkodni, pedig folyamatosan alkalmazkodnom kell hozzájuk, és hogyha ezt meg tudom csinálni, akkor, mint most is, aki még soha életében nem ült le, végigült egy 20 perces előadást, és ez szerintem sikerélmény. A családok az autizmus diagnózisát követően több fázison mennek keresztül egészen az elfogadásig. A gyermek állapota sokban befolyásolja a családon belüli és az azon kívüli kapcsolatokat. Először is azt fogott meg, hogy amint ide érkeztünk, rettentően féltünk. Tehát soha sehol nem voltunk a autistánya értelmi sérült gyerkőcünkkel. Szeretettel fogadtak, örültek nekünk, hogy itt vagyunk, nem megszóltak, nem leszóltak. Teljesen, mint a hazajöttünk volna. Tehát így tudnám a legszebben elmondani. Nagyon sok pozitív élmény, tehát folyamatosan támogattak minket, hogy jól csináljuk. Tehát végre kaptunk visszajelzést, hogy amit csinálunk, az jó. És ezt így kell csinálni, és nem kell félni. És mutassuk meg nyugodtan a gyerkőcöt, hogy ő van, tehát nem kell elrejteni. És nem is akartunk hazamenni. Az autizmust számos sztereotípia kíséri, ugyanakkor abban egyetértés tapasztalható, hogy minél korábban ismerik fel, és minél korábban kezdődik megfelelő speciális segítségnyújtás, annál jobb életminőség várható az autista gyermekek és családjaik számára is.